filmkritikus, filmtörténész, filmesztéta, valamelyiket nem szereted a három közül, azt majd megmondod. És nem utolsó sorban filmszínész is, hiszen az az apropója a meghívásának, hogy játszik ebben a filmben, mégpedig nem is epizód szerepet. Hát ha ilyen részletesen bemutattalak, akkor azt válaszoltam arra a kérdésre, hogy a filmmel kapcsolatban te minek tartod magad? Már nem gondolkozom ezen, hogy miután most már egy ideje alig írok, voltam rendszeres filmkritikus a rendszerváltáskor, másfél évig a Magyar Nemzetben, pár éve, két évig a Népszabadságban, tehát minden második héten, a filmvilágban már 20 évig ott folyamatosan. Szerkesztője is voltam. Szerkesztő is, és folyamatosan írtam ennek a korszaknak is vége, tehát a filmvilágban időnként, és csak olasz filmről már egy ideje, illetve most mondjuk úgy főleg olasz és francia. De van egy ilyen vastag könyved a francia film történetéről. Felütöttem a vaskos filmográfiát, és hát nem lepett meg annyira, mert sejtéseim voltak, hogy nem csak egy 6 vagy 7 Szomjas György filmben, hanem Puskázok, Simó Sándornál, hát itt Mándi Ivánnál, és az első megjelenés, ez egy nyúlfarknyi szerep, 1971-ben a Bacsó Péter Kitörés című filmjében megjelent Szegfő Andrással egy jelenetben. Hogyan kezdődött a filmszínészi? Csak a Szegfűről, hogy ismert film szakemberként kezdte, később külföldön számítástechnikai szakember, most megint film szakember, és így itt is előadott egyébként. Hát akkor ismerjük akkor. Hát én azt hiszem ezzel kezdődött. A kitörés. Volt egy filmíró iskola, ahova talán te is jártál később nyilván, ahol a Bacsó tanár volt, és úgy hívott erre a kitörésre, ami Oszter Sándor első nagy főszereplő, vagy nem tudom, de nagy vagy kicsi, de főszereplő volt. Igen. Mi meg a Szegfűvel egy kisebb szerepet. Talán ez a film az, ahol az első jelentősebb szerepet kaptad. Most a Szomjas filmekről ne beszéljünk, hogy egy külön univerzum, és ott egy tipikus figurát testesítesz meg. De hogyan lettél te futballbíró? Azt tudom rólad, hogy szereted a focit. De ez talán kevés ahhoz, hogy egy bíró szerepét eljátsz. Igen, a Szomjashoz valóban zárójegyben, hogy ott arra dolgokra lehet mondani, hogy filmszerepem. Azért ezek kis, a Szomjas filmeken kívül kis epizód szerepek, amiből talán ez a legfontosabb, bár hát időben ez sem nem fontos. Na most a film végén, tehát a döntő futballmeccset vezetem én, mint író. Úgy lettem bíró, hogy akkor kerültem a filmgyárba fél évvel azelőtt, és ott összebarátkoztam a Szohár Ferenc akkortán gyártásvezető, vagy felvételvezető. Felvételvezető volt még csak, azóta egyik legfontosabb gyártásvezető is lett, és nagyon sokat beszéltünk a futballról, lehet, hogy fociztunk is a filmgyár udvarán, vagy hát, és valahogy hát mivel ez 40 éve volt egész, majdnem pontosan, igen, a film 73 nyarán, kora nyarán, vagy késő tavaszán forgott a híres Szeméttelep nevű legendás helyen, ahol több magyar film is. Hát, és így kerültem oda, hogy Sándor Pali és a Szohár ezt valahogy erre felfigyeltek. Sándor Palit se ismertem, azt hiszem régebben csak látásból. De ezt azért még el kell mondjuk, hogy nem csak filmekben játszottál, hanem a Katona József Színházban volt egy utcai ruhás Hamlet előadás, abban te Polóniuszt alakítottad, elegáns öltönyben. Nem a Shakespeare Hamlet, hanem a Rosenkranz és Guildenstern halott, de aha, hát a Shakespeare-t. De Polóniuszban nem tévedtem. Polóniuszban ugyanaz a Shakespeare. Beszéljünk akkor Mándi Ivánról. Nem véletlenül szorongatom ezt a könyvecskét, amit elhoztam. Megmutatom a kamerának. Ez Mándi Iván a Pálya szélén című regénye, amely a Szépirodalmi Kiadónál jelent meg 1963-ban. És helyel közzel, majd erről beszélünk, hogy hogyan keletkezett a film, helyel közzel ennek a regénynek a motívumai is belejátszottak a régi idők focia forgatókönyvébe. De Mándi Ivánt szeretném jellemezni.
mert ez dedikált, jó régen vettem egy antikváriumban, amikor az eredeti tulajdonosa meghalt és a könyvtárát felszámolták, így szól a dedikáció. Edének szeretettel a pálya széléről Iván. 963. augusztus 26. Hát nem is az Ede az érdekes, mert a Szabó Ede nevű irodalom történész, aki ugye Mándi Ivánnak a baráti köréhez tartozott, hanem az a tény, hogy 1963-ban, amikor már volt enyhülés, amikor már mindent kiadtak az íróktól, a tehetséges jóíróktól, Mándi Iván még mindig úgy érzi, és ennek írásos nyomát adja, hogy ő a pálya szélén van. Tényleg akkor még a pálya szélén volt Mándi? Hát én rögtön akkor, mivel idősebb vagyok, megvettem, és a Mándi novellákat, amit lehetett, már olvastam. Na most ez olyan fura átmeneti kor a 63, hát akkor sokkal lassabb volt a könyvkiadás. Egy politikai okokból is mindentől féltek, mindenhez gatyáztak, odaadta a másiknak rá. Tehát ez nyilván ő 61 körül adta. Igen. Oda. 5600 példányban jelent meg. Ami akkor... Akkor az egy közepesnél gyengébb, mert ugye Moldova, meg Csurka, ezek sok tízezres nagyságrendben. Igen, na szóval az a lényeg, ha ő így mondta önmagáról, hogy azt hiszem Nemes Kürti vagy más írt, úgy írta a kritikát is, hogy író a pálya szélén így jelent meg, de igen, nem tudom, igen, hogy Nemes Kürti volt-e, tehát ezt metaforikusan fogták föl, hogy egy úgynevezett kis ember, vagy elcsépelt szó, egy nyomortanyán, menhelyen lakó, lepasszolt, ez inkább Willik Mándihoz, lepasszolt, pasas áll a pálya szélén, ezt mint metaforikus kifejezést átvették, én nem úgy olvastam, lehet, hogy mert naív vagyok, én hogy mondjam, realistán olvastam, és ma is ragaszkodok ahhoz, hogy úgy is jó. Hát ezt mondjuk 50, nem 50, már ma se nagyon érti senki, hogy mi az, miért, épp be volt tiltva, egész bonyolult, hogy nem betiltva. És akkor nem lenne jó a regény, hát ami csak metaforikus, az elhullik, az érték marad. Tehát én nyugodtan, akkor mint naív, ma meg mint poszt-naív, úgy olvasom, hogy nem érdekel, hogy metafora, ott álszol realista nőként. Te személyesen is találkoztál Mándi Ivánnal, ugye? Nem is egyszer. Hát igen. Nem csak a forgatás során talán, hanem máskor. A forgatáson nem is nagyon találkoztam. Ott, nem én voltam a dramaturg. Igen, azt hiszem a Bíró Zsuzsa volt a dramaturg. Én akkor kerültem a filmgyárba dramaturgnak, de ebben nem voltam dramaturg, tehát csak a meccs miatt összesen 2 vagy 3 napig voltam ezen a szeméttelepen, ha lenne fél óra, ilyen sok legenda, sok magyar film. A Mándi viszont a belső helyszínekhez a Napmozi táján, vagy amellett egy ilyen romos hely, a Népszínház. Én úgy tudom, hogy ez a mozi, amit majd látni fognak, ez a Benicki utcai otthon mozi akkor volt, igen. Ami akkor már be volt zárva, és a lakótelep miatt igen, bontották jó külső József város. Mándi oda ment, akkor még ott is már nem ott lakott talán, de mindegy, oda ment, tehát én pont ennek kapcsán nem találkoztam. De arra próbálok célozni, nem úszod meg, hogy téged Mándi Iván megírt. Na várjunk, akkor maradjunk. Valami oknál fogva. De nem, maradjunk a filmnél, jó, ami érdekesebb. Jó. A regényben ez nincs. A filmben egyik nagyon fontos szereplő Bikácsinak hívják. Ja igen, az egyik játékos. Legendás jobb szélső. Igen. Én pedig Bikácsiként a bíró voltam, és a Sándor Pali, ahogy a rendezők szoktak, valóban hangosan beszélő, próba csináljuk, Bikácsi, fordulj meg, ordította, vagy gyere ide, és a Ferenci Gábor azóta ismert dokumentumfilmben játszott a Bikácsi, ő jobb szélső, és mindig ketten mozdultunk, azt nem derült ki, hogy most melyikünket hívja. Volt hangjátéka is a Mándinak, nem ebből, ahol szintén vagy bekerült Bikácsi, ott nem jobb szélső, vagy beszélnek ott is a futballról, tehát olyan rajongói voltak a filmnek, akik már rajtunk kívül is, akik megtanulták kívülről a csapat összeállítást, ez a Csaba Gyöngye, ez a legendás kis csapat, és az összeállítás, ezt onnan tudom, hogy az index.hu fórumain, nem most, 10 éve
hát az is már jó, ezt idézték, vitáztak róla, azért volt ebbe egy ilyen legenda. Hát kultuszfilm lett belőle egy picit. Igen, úgy lett kultuszfilm. Sikerfilm soha nem volt, a kultuszfilmnek a legértékesebb. Sőt, hát ha ezt nézzük, akkor ilyen féloldalas visszhangja volt, amikor bemutatták, mert van, akinek nagyon tetszett, van, és mások megbírálták. Főként a kritikusoknak az a része, akik a dokumentarista magyar filmet imádták, szerették, és akkor kaptak egy retro filmet 73-74-ben. Hát én is nagyon szerettem a dokumentumot. Hát ez az, hogy nem zárja ki a kettő, hogy a kettő egymás mellett létezzen. Bennem csalóka módon csak az maradt, hogy dicsérték. És hajszál híján, vagy nem tudom, többször volt a legjobb magyar 12, hogy bekerült-e, azt hiszem nem, de többször abban is. Abban nem, de ilyen 40-es meg hosszú listákban igen. És most az 53-ban azért ülünk itt, mert bekerült ez a film. Tehát szerintem is lehetne, tehát ha nem is olyan, mint a Csaba Gyöngye, a csapat az a legalsóbb osztályból megy az akkori másodosztályba. A film, hogy kiterjesz, hogy ide kapcsolat, pedig a legjobb 12-ből színezzük, így néha kikerül, néha feljut. Tehát te több klasszissal azért jobb, mint a... De miért is írt meg téged Mándi Iván? Hát ez már egy egész más... Strandok és uszodákban, de hát... De ott nem névvel, szerencsére, összevesztünk az én hibámból. Nem, én úgy tudom, hogy elevesztel, ugye köztudott, hogy Mándi Iván egyetlen példányban írta a kéziratait, Indigót nem ismert, vagy nem vett, és szerkesztő barátunk elvesztette egy kéziratát, és hát egy Mándi kéziratát elveszteni, az tényleg főbenjáró bűn. És akkor nagyon megsértött, és a uszodák... Strandok uszodák című könyvében névtelenül, de igen, rá lehet ismerni valamit. Rendkívül ellenszenves alak, aki bámulja fölülről az uszodát. Ez a Lukács uszoda, ugye mondjuk meg. Hogy tudod, ezen törik a fejüket filmtörténészek, hogy ez a szállóige, meg a másikban, amiről most nem beszélünk, a egyedül nem megy szállóige, meg kell lenni egy belső ruhatárnak, mert kell egy csapat. Honnan jönnek ezek a szállóigévé váló Mándi mondatok? Ezt én az utolsó pillanatban, amikor Mándi él, de már nem tőle, hanem a Tóth Zsuzsa és Bíró Zsuzsa dramaturgoktól megkérdeztem, és egyszerűen már akkor, tehát 20 éve nem lehetett kideríteni. Az igazi legendában az a szép, hogy már nincs meg az, hogy kell lenni egy belső ruhatárnak, már ők se tudták, hogy Mándi írta bele, vagy ők, tehát nyilván én se tudom. Ebben a filmben, mivel és majdnem stilizáltan néma film, inkább feliratok van, most nem emlékszem ilyen nagy szállóigével mondás, ami nem volt, csak mondom. Hát arról is beszélni kellene, hogy ez a könyv, mondom még egyszer, nem alapja ennek a filmnek. Állítólag Sándor Pállal csináltam egy hosszú életmű interjút, abban mondta, hogy Mándi Iván írt neki egy Régi idők focia című elbeszélést, ami soha sehol nem jelent meg gyűjteményes köteteiben, és nincs is meg a kézirat. Abból indultak el, és elkezdtek ők dolgozni ketten a Tóth Zsuzsával, és amikor Mándi megjelent egy forgatáson, és elkezdte figyelni a történéseket, legnagyobb meglepetéssel látta, hogy ő nem ezt írta meg, és amit ő megírt, az nincsen sehol, azt nem játsszák el. És akkor a Palikai félrevont, és azt mondta, hogy nézd Iván, bízzál bennem, ez a te filmed, ugyanúgy a te filmed lesz, mint a miénk, más az irodalom, és más a mozi. Hát teljesen így van, ennek ellenére nem annyira áll távol, talán egy kicsit távol látod. A főhős a filmben egy szegény, de tisztes. Minari Kede, ugye csak mosodás, itt nem így hívják. A könyvben nem mosodás, semmi felfoglalkozása nincs, és iszonyú nyomorban olyan háló teremben él, ahol köteleken lógnak, úgy alszanak, hát volt is ilyen, hát hogy több hely legyen. De kötelekbe csavarva vannak, és úgy alszanak. Valahogy így él, és az egész mosoda már a filmbe, és ragyogó. Ebben nagyon eltér, a futball részében majdnem azonos. Igen, igen. Végül beszéljünk azért Sándor Pálról is, hiszen nélkül ez a mozgókép nem jött volna létre. Azt mondták rá egyszer, hogy
hogy két magyar filmrendező van, mindegyik más-más okok miatt, aki Amerikában, Hollywoodban is karriert csinálhatott volna. Az egyik, most tegyük zárójelbe Fábri Zoltán, az ő aprós, lékos, precíz, mániás munka szeretetével, forgatókönyv rendezéseivel. A másik Sándor Pál, aki ezt a csillogó-villogó világot, ami itt vette kezdetét a magyar retro, vagy mi az a retro, nem tudom, hogy ebben ennek a megítélésében van-e vita köztünk, hogy egy olyan látványzuhatag, egy olyan filmtörténet, amely azt a múltat, amit bemutat, bármilyen rossz is volt, mert itt látni fogjuk, hogy milyen volt az a világ, mégis megkívántatja érzékletessé, túlontúl érzékletessé teszi a néző számára. Jól mondom, vagy... Hát ebben az ilyen csillogó-villogó világ egy van. Hát van, a csillárnő és a bíró urak. Igen, a bíró urak. Iszonyú, elegán, mintha milliárdosok vagy politikusok lennének. A Csempe-Pempe a könyvben, Minarika regényben számára. Azt hiszem ebben a sztória sincs. Nincs a sztória. A jelenet sincs. Mozik vannak. Tehát ezen kívül én nem nagyon látom a csillogás-villogás, de... Félek, hogy elfogy az idő, én is fogyasztom, hogy vannak még érdekes nem színészek, amatőrök, akik játszanak a filmben. Na, tartsunk akkor névsorolvasást. Andor Tamás, nagyon jelentékeny operatőr, sőt a, most nem tudom, hogy Sándor filmekben, sőt lehet, hogy ebben is ő volt, de most ez nem zavar egyáltalán, mert ragály volt, mert itt egy nagyon, az enyémnél nagyobb epizód szerep, na ő is elegáns ruhába jön, Sípos Tamás, rádió igen, dramaturg. Igen, már meghalt dramaturg szerkesztő, televízió szerkesztő volt. Igen, de könyve is jöntek meg talán, és a Zazi. Hát aki aztán profi lehet színészként is, rendezőként is, Szabó Gabriella. Itt egy nagy Gabriella, van, ugye? Szabó Gabriella. Igen, igen. És hát, még sokan mások. Ennek a mestere a Palika, hogy a profit az amatőrrel úgy tudja keverni, egy olyan duellet jön ki, amit nem tud megkülönböztetni, hogy ki benne a hivatásos, és ki nem, mindenki az. Hát te még annyit, hogy most filmtörténész leszek csak fél percre, hogy akkor jött ez a magyar film, akkor áradtak be az amatőrök, addig nem nagyon voltak, a 70-es évek eleje. A Sándor persze nagyon jól tudta, van jelentékeny rendező, aki irtózott ettől, és tanulja voltam, hogy dürohamot kapott csak a gondolatra, hogy nála amatőrök a Mack Károly, aki hát a legnagyobb profi színész mozgató. Teljesen a színészekre épp, komolyan dürohama volt a gondolatra, hogy nem ő, hogy másoknál amatőr. A Fábri is nyilván dürohamot kapott volna, Fábri igen. Is ilyen volt, a Jancsó viszont nem. Jancsó. Hát Jancsónál egy csomó. Na hát ez film. Apropó, ilyen Jancsónál is szerepeltél valamelyik Papa Pepe filmben, jelen voltál, a képen rajta voltál, ez a helyes kifejezés. Igen. Földön agyon is lőttek, és almával dobáltak, vagy én dobáltam, mert ez... Ez azért mit szerep, vagy nem is az. Még mit felejtünk el a Sándor? Hát azt majd a végén meg fogják kérdezni. Igen, sajnos nekem el kell, nem tudok, pedig érdekelne a... Lelkes profi közönség van, mindig itt maradnak, hát és mindig legalább egy órás élénk és jó beszélgetés alakul ki. Akkor azt nem is kell mondani, hogy az egész film egy tiszteletadás, a néma film. Hát hogyne, hát ezt látni fogják, nem csak Chaplin, hanem a... Hát meg is jelnek filmplakátokban. Igen, mozi belsőkben. A régi néma film és a régi idők focia, a kettő keveredik benne, ahogy Mándinál is, csak ott más könyvekben. Hát ezt megelőzően volt egy olasz nosztalgia film, a Steno rendezte, a régi idők mozia címen, az 50-es évek végén. Szerintem erre is. A film címében. Mándi Iván, ezt még mondjuk el róla, hogy egy bizonyos időszaknak, bő 15-20 vagy még több évnek a filmtörténetét, nem a magyart, az amerikait kívülről tudta, és a MB3-ig, vagy nem tudom mi volt akkor, bezárólag a csapatok összeállítását is kívülről tudta. Viszont a magyar csapatok összeállítása a 30-es évek végétől mondjuk az 50-esek elejéig, akkor utána már
még nyilván aranycsapat, meg Pusi tudta, de már nem az volt az ő világ. Hát igen, hát azt szokták mondani, hogy ezt ugye gyerekekre mondják, hogy mindenki a gyerekkorában, meg az ifjúkorában szerzi be a fontos élményeit, és a memóriája akkor a legjobb, és azt őrzi meg a legjobban. Vasas Botafogó 6-5-ös meccsnek a biztos a 61-es Népstadionbeli meccsét el tudnád mondani, hogy ki volt a bal szélső a Vasasban. El, de a Mándiról még az, hogy rövid ideig a egyik sportlap vagy napilapnak a megbízott külső sportszerkesztője volt, ami csak a futballt jelentette, és pár hétig csinálta, hogy tehát ennyi egy hivatásosnak köze volt a futballhoz, tehát az ő rövid jelentéseit hozta le, nem tudom melyik lap, ezt ki lehetne kutatni. Tehát ő mondjuk ugyanúgy a futballhoz értett. Hát ebbe egy-két fél mondatból látszik, hogy valaki olyan ír, aki szeret és értett is hozzá, nem csak a mozihoz. Igen, azt lehet egy fél mondatból is. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél, és a filmhez hangulat csináló lásként, hadd mondjak egy poént, 1923-24-ben játszódik, és mennek a régi föld alattin, és egy újság hír, hogy Hitler, és akkor valaki, azt hiszem a Kern András vagy a Garas Dezső, mindegy is megkérdezi, hogy Hitler, ki az a Hitler? De akkor még meg lehetett kérdezni. És hát ha már ez még a film egy okos szó, az zárlat, vagy van egy utolsó jelenet, a vesztes magyar csapat fogadtatása, ami az egyiptomi csapása. 24-es olimpián kikaptunk, ugye 3-0-ra, azt hiszem. Igen, váratlanul, mert azt hitték, hogy önpőnök, és az abból egy ilyen zavargás is lett a nyugati körül. Ezzel nagyon szép, és más egy kicsit a hangulata, de teljesen illik. Nagyon jó a filmbe. Nem eséljük el a filmet, meg fogják nézni. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük.